mindenkit a mai tanítvító ünnepéjükön. Kérem, énekeljük el a himnuszt. Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves kollégák! Itt állunk újra bent az iskolában, hogy a gyorsan elrepült nyári szünidő után új tanévet kezdjünk. A nyaralás, a játék és a pihenés helyett most napok óta mindenki már más gondolatokkal foglalkozik. Kezdődik az új iskolai év, de ha egy kicsit is visszapillantunk az elmúlt tanévre, erőt meríthetünk az eredményekről. Nevet adtunk iskolánknak, Vámbéri Ármin emberi nagyság, a tudományos eredményei példakép lehet mindenki számára. Tanulmányi eredményeink, a kimagasló kulturális és sportesemények jó célkütőzések lehetnek valamennyi tanuló-pedagógus számára, hogy tovább javítsuk, fejlesszük azokat. Legyünk tehát jobbak, de ne csak a munkában, tanulásban, hanem emberségben is. Az emberi tisztesség társaink tisztelete segítése alapvető norma és követelmény. A világ azonban sokszor rossz üzeneteket is küld felénk. A viharos gyorsaságú technikai fejlődés és a vele járó különböző divatok megnehezítik az eligazodást, a jó a rossz, az érték és a szemét, a hasznos és a haszontalan között. Nekünk szülőknek és pedagógusoknak kell megadni a segítséget és kézen fogni gyermekeinket. De miközben fogjuk gyermekeink kezét, és próbáljuk a szépre és a jóra biztatni és tanítani őket, ne feledkezzünk meg arról, hogy egymás kezét is megfogjuk. Nem udvariasságból vagy szokásból, hanem őszintén. Ez azt jelenti, hogy megfelelő formában és módon mondjuk el a véleményünket. A forma az iskolai kapcsolattartás rendje. A szaktanár az osztályfőnök megkeresése, a mód pedig a problémák feltárása, higgadt őszinte megbeszélése. Aki úgy gondolja, hogy az iskolában gyermeke nem kap megfelelő segítséget és támogatást, és nem jelez a nevelőt, illetve az iskola vezetés felé, az nem csak gyermekének, hanem az iskolának is kárt okoz. Vigyázunk iskolánk jó hírnevére, és mindent megteszünk a következőben is a tanítás színvonalának emeléséért. Nekünk, ti gyerekek vagytok a legfontosabbak, mondom ezt már minden tanévnyitón, mert ez így igaz. Értetek, történik minden. Említettem már az elmúlt tanévet, és én büszke vagyok, hogy itt, ebben az iskolában dolgoztatok, és tudom, hogy kollégáim és a tanulók többsége is így érez. Icsetényben, a Vámbéri Ármin általános iskolában, a felső tagozatban, minden osztályban informatik oktatás folyik a jól felszerelt tanteremben. Két nyelv, az angol és a német közül választhatnak a tanulók a negyedik osztálytól. A 7.-8. osztályban a magyar, a matematika, az angol, a német, az informatika tantárgya tanítása nívócsoportos oktatásban zajlik, ami segíti a lassabban haladókat és a tantárgy iránt jobban érdeklődőket is. Iskolánk 28 fős első osztályában a matematikát és a magyar nyelv alapjait két csoportban tanulják a kicsit. Ez azt jelenti, hogy megkönnyíti a szülők otthoni feladatait, mert az iskolában
több tanítói segítségre gyakorlásra van mód. Jó munkakörülményeket biztosít ez a forma, és az iskolai beilleszkedés nyugodtabban, zavartalanabbul történhet. A művészeti oktatásunk a zeneiskola kihelyezett tagozatán a Harmónia Művészeti Iskola képző és táncművészeti képzésében tovább folytatódik az 1-től a 8. osztályig. A sportfoglalkozások minden tanuló számára hozzáférhető lehetőséget kínálnak majd, mind a 13 tanulócsoportban. Tovább szervezzük a versenyeket, igen való részvételt, a szabadidős foglalkozásokat, úszásoktatást. Folytatódnak a gyors testnevelés foglalkozása is az azt igénylők számára. Szakkörök indításával segítjük az ismeretek bővítését több területen. Kedves gyerekek! A felhangló iskolacsengő jelzi majd a tanítás kezdetét. Az, hogy iskolánk élete milyen lesz, az jó rész ti munkátokon is múlik. Rajtatok múlik, hogy mennyi öröm és siker részesei lesztek. Legyetek kezdeményezők az osztályközösségben és a diák önkormányzatban is. Kívánom, hogy jó eredményeket és sok vidámsághoz hozzon az új tanév. Kedves első osztályosok! Ez az ünnepség leginkább a ti tiszteletetekre szól. Titeket köszönt ma minden, a vers az ének. Férve kísértek benneteket szüleitek, és meghatódva büszkén figyelnek rátok, mert már nagyon nőttetek és iskolába jártok. A tanító nénikkel sokat fogtok játszani és játékosan tanulni. Kívánom, hogy a mai találkozástok az iskolával, a tanító nénikkel szép és életre szóló élmény legyen. Legyetek ügyesek, érezzétek jól magatokat közöttünk. Kedves szülők, kedves gyerekek, kedves kollégák! Új tanév kezdődik, új feladatokkal és reméljük sok örömmel. Kívánok mindannyiunknak jó iskolai évet. Ezzel a 2004-2005-ös tanévet megnyitom. Pinetár György, szeptemberi csengetés. Lopva még itt bolyong a nyár, a fák és a házsorok között. Ám az iskola nyitva már, és új ruhába öltözött, a sok-sok fal, a tábla, és friss az ablakok virága. Az osztály újra összegyűlt, a nap sütötte sok gyerek, a sok-sok arc, mind felderült, sorolva az emlékeket. Ki erre járt, ki arra volt, a sok emlék szinte dalolt. Szép volt a nyár, a víz, a rét, a játék és az utazás. Ott rezdül hangjukba még, a nagy élmény, a nyaralás. Ízlelgetik a tegnapot, a sok jót, mit a nyár adott. Csipognak, mint a madarak, zsibong tőlük a tanterem. De csend lesz egy perc alatt a tanítójuk megjelen. Igen, a tanító belép, és megkezdődik a tanév. Osváth Erzsébet első osztályosoknak. Óvodások voltatok, kisfiúk, kislányok. Tündérország berkeit bebarangoltátok. Iskolások lettetek, névétel várátok, nagy felfedezések, szép kirendulások. Betűországba vezet a tanítónéni. Mennyit fogtam fiatal majd erről mesélni? Számországban elámul a szemetek szátok, a szemérdek kincsem, amit ott találtok. Kezdődik az utazás, a csengő már csenget, kívánni hát jó utat, s hozzá vidám kedvet.
Majtényi Erik, becsengetés. Ezer színű kedves nyár, elszállt tarka lepke, csipri-csivi fecskék sem szállnak a teresztre. Hosszú, nagy vakáció, már csak emlék, álom. Szép volt, jó volt, hogy eltelt, kicsit még sajnálom. De hívogat az iskola, sapadok, térkép, tábla. Ha tehetnék, futnának elénk az utcára. Mint egy nyüskő hangyaboly, olyan lett az osztály, s csupa kérdésből állunk. Hát te, hol nyaraltál? Tenger, tábor, tengvesek. Emlékek szikáznak, egy-egy fényes darabja az elsuhany nyárnak. Nézzük egymást kacagba, Pityú, hogy megnőttél? Kati Palkó, te talán kávéban fürödtél? Szép volt a vakáció, mint egy színes álom, de hogy eltelt, oly nagyon, most már nem is bánom. Fontos tudnivalók a tanévvel és a tanítás ennyivel kapcsolatban. Megszépült az alsó és a felső iskola is a nyáron. Gázfűtést szereltek az alsó iskola két tantermébe, csempés burkolatot kapott az alsó és a felső fiúmosdó. Új világítás kapott a tornaterem és két tantermünk. Sok szép szemléltető eszköz virág került az osztályokba, ezért megköszönjük a képviselőtestület, a polgármester úr figyelmét és segítségét. Kérem, hogy vigyázzunk és óvjuk az iskola értékeit, a rongálókat, a kárt okozókat a házirend alapján felelősségre vonjuk. Iskolánk létszáma 244 fő. Volt vizsgázni kényszerült 6 fő, akiknek gratulálunk, és sikerült, így felső osztályokba léphetnek a vizsgáljuk. Az első osztály osztályfőnöke Sári Attiláné, csoportbontásban itt tanít, magyar és matematikát, Tóthné Jakab tündetanárnéni. A második osztály osztályfőnöke Nagyné Müller Mária. A harmadik A osztályfőnöke Nagy Józsefné, a harmadik B Enyinginé Bognár Tímea tanárnéni. Negyedik A osztály tanítja György Lászlóné, negyedik B osztály Nagy Lászlóné. Az ötödik osztály osztályfőnöke Téren Gyula, 6. A osztály osztályfőnöke Farkas Zsolt, 6. B osztályfőnöke Somogyi Katalin. A 7. A osztályfőnöke Györgyné Jungvé Krisztina, a 7. B osztályfőnöke Németh Vilmos, 8. A Pallerné Kovács Anna, 8. B Magiter Erzsébet. Kovács Lajos intézményvezető a 8. osztályban matematikát tanít, Jakab Miklósné tanárnéni magyar tanít a 6. és a 8. osztályokban, Bete Piroska tanárnéni német nyelvet a felső tagozatban, Ladányi József rajzot tanít a felső tagozatban és technikát. Somogyiné Lugosi Márta angol tanít 4-től 7. osztályig és történelmet a 8. osztályban. Földesi László egységvezető pedig 5., 6., 7. osztályokban történelmet és 7., 8. osztályos fiúknak technikát. Az alsó tagozat napközi vezetője Tóthné Jakab Tünde, a felső tagozat napközi vezetője Magiter Erzsébet. Iskolánk ifjúságvédelmi felelőse Sári Attila, aki minden nap 12:30-tól 14:30-ig az iskolában elérhető. Tanítás rendjéről. A tanulóknak 3:48-tól az iskolában kell tartózkodniuk, cserecipő kötelező. Biztos a második osztályban folyamatban van. A tankönyvek átvétele nagyrészt megtörtént. A helyi önkormányzat az ingyenes tankönyv igények mellett mindenkinek megtérítette tankönyv árának a 80%-át, ami az önkormányzat másfél millió forintjába került, ezt is köszönjük. Így a jó meleg teremben, így együtt sokan itt vagyunk, és nagyon kevés a levegő, ezért utoljára azt kérném, hogy az elvonuláskor mindenki vigyázzon a másikra, figyeljetek egymásra, egész tanévben figyeljetek, és ezennel az ünnepségünk véget ér.